Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, kezdődik a mai Középpont, a mikrofonnál Kauzál Alexandra, a mai adás szerkesztője pedig Csermák Debóra. A szakértők szerint ideális célpontja volt az iszlám állam toborzóinak Vékende, akit terrorcselekményekre való előkészület miatt fogtak el a terror elhárítási központ felszámoló egységei Kecskeméten. Az a nagy kérdés, hogy vajon ki is az ideális jelölt egy terror szervezet számára. Vendégünk a témában is vonalban van Horváth L. Attila, alezredes egyetemi tanár, aki a belügyi szemlében írt egy tanulmányt a témában, a terrorista csoportok toborzásáról címmel. Szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát szerintem a fél ország ezen gondolkozott, de lehet, hogy még mindig ezen gondolkoznak sokan, hogy egy magyar fiatal, egy 21 éves egyetemista srác hogyan állhat be egy ilyen terrorista szervezet közé? Hogy látja? Én azt javaslom, hogy az ő példájából ne induljunk ki, mivel ez két dolog miatt indoklom. Egy... megilleti a ártatlanság vélelme. Kettő, én tényleg több mint 10 éven át napi szinten foglalkoztam terrorizmussal, ezt kutattam, és egy módszertani követelményt a kutatás közben felfedeztem, a gyors értékelésekre nem szabad támaszkodni, majd, ha erről tanulmányok megjelennek, lesz bíróságítélet, lesz kivizsgálás, akkor szabad erre a kecskeméti fiúra ügyére rátérni. Jelenleg nem rendelkezünk elegendő információkkal vele kapcsolatban, így én néhány más dolgot javasolnék. Igen, akkor ne olyan konkrétan róla beszéljünk, hanem úgy általánosságban, tehát, hogy egy fiatal például miért vetemethet arra, hogy akár az iszlám állam, vagy más terrorszervezetek közé beálljon, úgyhogy elvileg úgy annyira nincsenek is ilyen kapcsolatai, rokoni kapcsolatai sem, vagy a családi kultúrájában sem jellemző mondjuk a iszlamista vallás. Szóval, hogy akkor beszéljünk általánosságban erről. Igen, ezt javaslom. Nézze, vannak nemzetközi példák. A német sajtót és a német közvéleményt teljes mértékben megvette, hogy egy 2007-ben egy iszlám dzsihád szövetség tagjait egy rendőrségi ellenőrzés során letartóztatták. Három született német keresztény, mind a hárman középosztálybeliek voltak. A vezetőjük egy bizonyos Gelowitz, Fritz Martin Gelowitznak az édesapja vállalkozó volt, az édesanyja kórházi orvos, viselkedés zavara soha nem volt, egyetemre járt, és tulajdonképpen minden arra predesztinálta, hogy ő is a német középosztályhoz csatlakozzon. Igen. A három fiatal egyébként úgy került fókuszba, hogy George Bush felhívta a figyelmet a G7 csúcs találkozón Merkel kancellárasszonynak, hogy ez a csoport merényletet akar megkísérelni a szeptember 11-i, 2001. szeptember 11-i terrortámadás 6. évfordulóján Ramsteini amerikai légibázison, illetve a frankfurti repülőtéren. Egyébként négyen voltak, egy bizonyos Attila Selek, innen tudtam meg, hogy a keresztnevem, mert Törökországban is használják. Igen. Egy török származású fiatalember volt, tulajdonképpen titkos szolgálati eszközökkel követték őket, több mint 1000 CIA ügynök, illetve német elhárító követte figyelemmel a tevékenységüket, hogy megakadályozzák a terrorcselekményt. Ez az egyik véglet. A másik véglet,
Pedig azok a karriermodellek, ahol a céltalanságot, a kiábrándulást, a önkeresést akarják megvalósítani, és ezért csatlakoznak a különböző terrorszervezetekhez. Egyébként hagyományos kriminálpszichológiai módszerek nincsenek ennek kiszűrésére. A kutatási módszerek is eléggé korlátozottak, hiszen kivel kutatnak? Azok, akik börtönbe kerülnek, terroristák, és azok a szerencsések, akik el tudták hagyni a terrorcsoportot, mert ez egy életre szóló döntés, és egy életre szóló vállalkozásnak kell felfogni, ha valaki ilyen csoporthoz csatlakozik. Igen. Csak nyilván az érthetetlen így a laikusok számára, hogy persze sok fiatal küzd, tinédzser, ifjú felnőtt korban identitás válsággal, útkereséssel, kalandvágyjal, keresik az izgalmakat, kihívásokat, tehát azért mégiscsak, hála Istennek, a töredékük adja ilyen őrületre a fejét. Tehát min múlhat vajon az, hogy valakiből potenciális terrorista lesz, akár itt Nyugat-Európában? Ez nagyon érdekes kérdés, és erre nincsen adekvát válasz. A Spiegel Online szerkesztősége néhány oknyomozó újságírót kijelölt és ráállított erre a témára, hogy tanulmányozzák azokat a német fiataloknak a szociológiai és pszichológiai hátterét, akik csatlakoztak az iszlám államhoz még ebben az évtizedben. Igen. És találtak valami összefüggést? Találtak összefüggést, és megdöbbentek. Két dolgon döbbentek meg. Egyik. Egyre alacsonyabb a toborzottak és a csatlakozók átlag életkora. Tehát középiskola és az egyetemista alapképzési, mesterképzési, tehát olyan 16-23 év. Világos. Érthetetlen volt számukra, hogy ugye a nyugati sajtó is bemutatta, illetve a nyugatot értem a NATO, EU tagállamokat, a nyugati világot, médiák is, vagy média is bemutatta a brutális kivégzéseket. Igen. Hogy ez miért nem rettenti elő? Hát van, akit nem elrettent ezek szerint, sőt. Az is érthetetlen volt számukra, meg a kutatók számára, hogy fiatal nők és lányok miért csatlakoznak az iszlám államhoz, annak ellenére, hogy köztudottá vált, hogy gyakorlatilag szexuális rabszolgákká válnak az iszlám állam tagjaiként. Igen. Tehát a harcosoknak a szexuális rabszolgájává válnak. Milyen motivációk vannak? A frusztráltság, gondolom emelném ki. Igen. Az önmegvalósítás kényszerét. A negatív identitást. És a narcisztikus dühöt. Valamint a céltalanságot. És a önmegvalósítási kényszert, amelyet nyilvánvalóan a közösségi média elterjesztése fokozott az elmúlt évtizedben. Az biztos, hogy a közösségi média rátesz erre egy lapáttal, csak azon gondolkoztam, hogyha nyilván ezek már súlyos esetek, ha valaki idáig eljut, tehát ezek valamilyen szinten pszichés zavarok egy-egy fiatalnál, gyermeknél. Tehát, hogy ahogy így fejlődik az a gyerek, nincsenek árulkodó jelek, amit mondjuk így a környezete, akár az oktatási intézmény, vagy a család észrevehetne? Ez is nagyon érdekes kérdés, és köszönöm szépen. Van, ahol nincs. Nem volt viselkedés zavar ennek a genovisznak. Viszont egy másik fiatal német állampolgárnak,
aki ugyan nem az iszlám államhoz csatlakozott, de Pakisztánban naplót írt, és ez a napló a titkosszolgálatok kezébe került. Nála volt viselkedés zavar, egyszerűen nem találta a helyét, nem tanult jól, szülei elváltak, nem foglalkoztak vele, és az ő beszervezése a személyes jelenléttel történt. Tehát találkozott egy logisztikai cégnél, ahol rakodó munkás volt és csomagolással is foglalkozott. Egy logisztikai cégnél találkozott egy hithű muzulmán vallásúval, tehát iszlám vallásúval, aki ráadásul szélsőséges is volt, és hozzá kötődött érzelmileg. Hát ezt úgy egyszerűbb megérteni egy ilyen esetet, de mondjuk egy olyat, hogy nincs is kapcsolata, fizikális, személyes kapcsolata valakinek mondjuk iszlamistákkal, és mégis a neten keresztül valahogy erre az útra tér, na hát ezt aztán igazán nehéz megérteni, hogy miért. De akkor úgy látom, hogy azért az okokat még mindig kutatják, és nincsenek egyértelmű, világos magyarázatok. Napjainkban a posztmodern terrorizmusban egy David Rappaport nevezetű szakértő szerint ma a terrorizmus negyedik hullámát éljük, amit ő vallásinak nevez. A korábbi hullámot ideológiai hullámnak nevezte, szélső bal és szélső jobb. Ott ugye a szélső jobban főleg etnikai, vallási alapon szerveződtek, a szélső balon Bader-Meinhof csoport például. A szülők életformájának a teljes elutasítása volt a motivum. Most pedig a közösségi média a kedvez ezeknek a szélsőséges vallási terrorcsoportoknak, és a közösségi médián, de nem csak a közösségi médián, hanem a úgynevezett dark netten, tehát a szürke vagy fekete netten. Találunk olyan felvételeket, ami, és olyan tartalmakat főként, amelyek ezeket a bizonytalan, de az önmegvalósítás vágyával küzdő fiatalokat meg tudja szólítani. Volt olyan terrorcselekmény a frankfurti repülőtéren, mondjuk a elkövetőnek, a vallása iszlám volt, egy koszovói menekült. Aki úgy tűnt, hogy teljes mértékben integrálódott, de ilyen tartalmakat rossz a kifejezés, fogyasztott, tehát használt, és nézett, és ebből vezérelve készlet és nézett arra, hogy egy késes merényletet kövessen el a frankfurti repülőtéren amerikai állampolgárokkal szemben? Katonákkal. Szemben. Tehát egyenruhában voltak. Ő egy kioszkban vagy trafikban dolgozott a frankfurti repülőtéren, és egyszerűen kiment az átszálló buszhoz, és rátámadt a katonákra. És hát az ő ügyét azért tudjuk, mert az ügyébe ítélet született, és a német hatóságok kiadták a kutatóknak a ügynek a iratait, és tanulmányozhatták, illetve még a börtönbe interjút is készíthettek vele. Őt egyértelműen ez az internet szürke zónájában látottak? Látottak, vitték abba az irányba, hogy ezt a merényletet elkövesse. Elképesztő. De ugyanakkor megjelenik a kényszersorolás is. Nyilván nem Európában. Megjelent az iszlám állam részéről, hanem Irakba és Szíriába. Igen, igen. De hát az nem az a kategória,
ami ennek az interjúnak a tárgya. Igen, az bennünket annyira most nem érint, viszont az időnk meg nagyon megy, úgyhogy még azt kérdezném meg öntől így zárásképpen, hogy lát-e valami megoldást, lehet-e valami védelmet kiépíteni, hogy a fiatalok ne kerülhessenek be ilyen körökbe? Hát erre is nagyon nehéz választ adni. Nem lehet egy területet kiragadni. Tehát egy területet nem lehet kiragadni. Nyilvánvaló, itt a kibervédelemnek rendkívül nagy szerepe van, igen. És az infokommunikációs tér figyelésének. De én azt gondolom, hogy a multikulturális környezet ad olyan lehetőségeket, amelyekkel egyes csoportok visszaélnek. Aztán én a család szerepét emelném ki, az oktatás szerepét emelném ki, és a elzárkózást a szélsőséges irányoktól. Igen, tehát az biztos, hogyha egy fiatal túlzottan bezárkózóvá, magányossá válik, akkor arra nagyon-nagyon oda kell figyelni. Igen, és ennek a családnak és a iskolai környezetnek, az egyetemi környezetnek és közösségnek erre jobban oda kellene figyelni. Igen, hát az biztos, hogy tanulságos volt Vékende esete is, ahogy ön is mondta, persze még idő előtt ne ítélkezzünk, persze figyeljük a fejleményeket, meglátjuk, hogy mi derül ki még az ügyben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezeket, Horváth L. Attilát hallottuk. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Köszönöm szépen az interjút és a lehetőséget, viszont hallásra.